Jó reggelt kívánok, ez az ATV irodója fél kilenckor. A magánnyugdíj pénztárakra vonatkozó kormányzati javaslat ellen tüntettek tegnap a fővárosban. A demonstrálók a József Nádor térről vonultak az Alkotmány utcába. Az érintettek szerint a kormány hatályon kívül helyezné a 2011-ben a TB-nek nyilatkozó polgárok magánszerződéseit, és le akarja nyúlni a megmaradt magánnyugdíj pénztári vagyont. A még meglévő pénztárakat is ellehetetlenítő törvénytervezetet a múlt héten nyújtotta be a kormány. Mi nem csak azért a 60 ezer emberért vagyunk itt, akiket most meg akarnak lopni, hanem a már kisemmizett 3 millió korábbi magánnyugdíj pénztári tagért is harcolunk. Sőt, figyeljetek, ha most nem állítjuk le őket, akkor mind a 10 millióan veszélyben vagyunk. Mert ki tudja, hogy legközelebb milyen magántulajdonunkat nyújják le? Mi kell nekik még? A spejszből a nagymamám lekvárja? Megemelni a kormány a méltányossági nyugdíj összeghatárát és egyszeri segélyt nyújtana a rászoruló nyugdíjasoknak, írja a Magyar Nemzet. Egy rendelet tervezet szerint 5000 forinttal megemelnék a jövedelemhatárt, ami felett rendkívüli emelést, illetve egyszeri segélyt kérhetnek a kis nyugdíjasok. Az intézkedés 95 ezer idős embert érintene, írja a lap. Elfogadta a devizahitelek jövő évi forintosításáról és a fairbankokról szóló törvényt az országgyűlés. A devizahiteleseknek ennek értelmében kötelező 256, illetve 309 forinton átváltaniuk meglévő svájci frank, illetve euró alapú hitelüket. A Fidesz szerint ezzel jobb lesz mindenkinek. Az ellenzék azonban támadja a törvényjavaslatot, szerintük az intézkedés rossz az adósoknak. Ezzel gyakorlatilag véglegesítik azt a veszteséget, gyakorlatilag kötelező jelleggel ráverik ezt a veszteséget az adósokra, amit az árfolyam változás miatt ők elszenvedtek. Nem családbarát munkahely a miniszterelnökség, így reagált közleményében Lázár János arra, hogy többen felmondtak a hivatalban, mert bevezették a 10 órás munkanapot. A miniszter úgy fogalmazott, senkinek nem kötelező a miniszterelnökségen dolgozni, ugyanis itt a munkaidőnek kezdete van, vége pedig nincs. A miniszter szerint éppen ezért a miniszterelnökség nem egy családbarát munkahely. De ezt tudja és tudta minden munkavállaló, aki nálunk vállalt vagy vállal munkát, fogalmazott Lázár János. Nem csak a miniszterelnökségen, hanem a külgazdasági és külügyminisztériumban is 10 órát kell dolgozniuk a köztisztviselőknek, tudta meg a Népszava. A lap úgy tudja, a tárca köztisztviselői már ősztől meghosszabbított munkarendben dolgoznak. A Népszava felidézi, tavaly októberben már beszámoltak arról, hogy a hivatal alkalmazottainak este, hétvégén és ünnepnapokon is ügyeletet kellett vállalniuk fizetés nélkül. A kormányzati információs központ akkor megerősítette a megjelenteket, de kiegészítette azzal, hogy a lap nyilvánvaló politikai célzattal próbált feszültséget kelteni a miniszterelnökségen dolgozók munkarendjével kapcsolatban. Simicska Lajos is elindulna veszprémi időközi országgyűlési választáson, tudta meg a Népszava. A mandátum azután üresedett meg, hogy Navracsics Tibort uniós biztossá választották. A február végi voksolásnak azért van különösen nagy jelentősége, mert ha nem a kormánypárt jelöltje nyer, a Fidesz-KDNP elveszíti kétharmados többségét a parlamentben, emlékeztet a lap. Miközben az Egyesült Államok több mint 100 településén tartottak többnyire békés tiltakozó megmozdulásokat, Fergusonban folytatódtak a zavargások. A Missouri állambeli városban azután vonultak utcára az emberek, hogy a nagy esküccék úgy döntött, nem emelnek vádat az ellen a fehér rendőr ellen, aki augusztusban agyonlőtt egy fegyvertelen fekete tinédzsert. A tiltakozók megdobálták a rendőröket, több járőrkocsit és épületet felgyújtottak. A tüntetést kihasználva sokan üzleteket fosztottak ki és gyújtottak fel. A rendfenntartó erők létszámát meg háromszorozták. Barack Obama elítélte az erőszakot és konstruktív párbeszédre szólított fel. Pestis járvány van Madagaszkáron. Ezt most már az ottani kormány is elismerte. Az egészségügyi világszervezet már pénteken bejelentette, hogy az augusztusban kitört járványnak eddig 40 halottja van. Ráadásul a pestis már elérte a Szigetország fővárosát, ahol 2 fertőzöttről tudnak. Az egyik már belehalt a betegségbe. A pestis az egyik legsúlyosabb fertőző betegség. A baktérium akár 2 napon belül végezhet a beteggel. És ez volt a híradó fél kilenckor. Délben friss hírekkel várom majd önöket. Köszönöm figyelmüket, további szép napot, viszontlátásra!